A kézdivásárhelyi civil szervezet megalakulása óta 8. alkalommal hirdetett meg fotópályázatot, amelyik minden esetben a természethez, az évszakok különleges pillanataihoz, az embert befogadó tájhoz kötődött. A 4 tagú zsűrinek nem volt könnyű dolga. A kevésbé jó felvételek kiválogatása után nehéz volt rangsorolni a legjobb munkákat, amelyeket a sportcsarnok előterében lehetett megtekinteni. A célunk az, hogy ne csak lássunk a természetben, hanem figyeljünk is. Nézzük meg azt, hogy mi vesz körül minket, melyik az a természeti adottság, melyik az elkapott pillanat egy baráti kiránduláson, egy családi megmozduláson, kint a természetben, ami megörökíthető és ami megosztható mindenkivel. A pályázatra beérkezett és a díjnyertes fotókat Nagy Lajos kézdivásárhelyi fotóművész méltatta, aki előbb a válogatás szempontjait ismertette, majd elmondta, hogy évről évre színvonalasabb alkotások érkeznek a Zöld Nap Egyesület pályázataira. Az első díjat idén a kézdivásárhelyi Berecki Barna kapta, második a szintén kézdivásárhelyi Lakatos Lóránt lett. A harmadik díjat pedig a csíkszeredai Kuti Zoltán vehette át. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a nyertes alkotásokból 2015-ös forgatható fali naptár készül, majd a kezdeményezők a következő fotópályázat témáját is elárulták. Jövőben az épített örökségre helyeznék a hangsúlyt, tehát régi templomok, kúriák, épületek, a természet által már visszafoglalt, de az emberi munkanyomát magukon viselő építmények fotóit várják.